minden, aki megkapja a címet, nem csak magát képviseli, hanem az egész borszakmát, az egész borászatot képviseli. Ennek úgy gondolom, minden eddigi borásza meg tudott felelni, későbbiekben hozzá kell tenni ez a címhez mindenkinek a magáé, a maga borvidékét képviseli, mondom azon kívül mindenkit. Természetesen én is vagy előtt voltam elsőre. Talán jobban meg voltam illetődve, mint akkor már megkaptam a címet. De azt hiszem, hogy itt nincs vesztes. Nyertes az természetesen van, aki megkapja az év bortermelője címét, de úgy gondolom, senki nem volt, tudtommal elsőre nem kapta meg senki, ahol tudom, és úgy gondolom nem is lenne szerencsés, be kell ívódni a köztudatba mindenkinek, kiváló borokat kell készíteni, kiváló borokat is készítetek mindjárt. És hát tulajdonképpen ez volt is alkalma mindenkinek bemutatni a Vajda Hunyadvárában, és ezáltal mindenki, a borakadémikusok, akik jelen voltak, tudtak dönteni, el tudták helyezni őket. De természetesen nem csak a borok számítanak itt a szavazásnál, egyéb más tényezők is természetesen szerepet játszanak. Emberi hozzáállás, ismertség, baráti kapcsolatok is. De úgy gondolom, mondom, ezek nem eleget. Elsősorban a borok, a borászati munkája számít mindenkinek, és mondom, hát elég divós társaság.